senki. Parkjában őz, szarvas, páva, különböző madarakat tetett, és vigyázták, gondozták. Mára már nyoma sincs mindennek, a fennmaradt 6 hektáros területet benőtte a gaz. Az 1746-ban megépült kastély is rossz állapotban van. Jelenleg üresen áll, és senki nem törődik karbantartásával. Az építészeti kincs egyébként a Szatmár megyei tanács adminisztrációjába tartozik. A sárközújlaki városvezetés szerint ők semmit nem tehetnek, még kulcsuk sincs az ingatlanhoz. Eléggé leromlott, és az a sajnos, hogy nem tudunk be sem menni, mondom, hogy legalább a födémet csinálnak meg, mivel onnan romlik minden. Báró Vicsei László is leszármazottai 1746-tól 1944-ig laktak a kastélyban. Ezután az épület iskolaként, terméraktárként és gyerektáborként is működött. A park valamikor majdnem 20 hektár területet foglalt magába. 1944 után egy részén lakások épültek, magánlakások épültek, a másik része megmaradt, részben a kastély és mellék épületeivel együtt. A Vicseiek egyik leszármazottja, a Budapesten élő Sztárai József Mihály igényt tartana az ingatlanra és a birtokra. Jelenleg is pereskedik érte. A kastélyt az elmúlt időszakban többször kirabolták, főleg vasakat vittek el. A park 100 éves fáiból is kikivágnak minden télen. Bár a kastély állapota egyáltalán nem tükrözi, de itt valamikor pesgette az élet. Több ezer kötetes könyvtár, csónakázótó, kisvasút és teniszpálya is volt itt. Így töltötték el hajdanán szabad idejüket a vécseiek. Az Erdély Magyar Televíziót Sárközújlakról Egyedi Bernadett tudósította.